Idén is túljelentkezés volt a horgosi gyermek és ifjúsági néptánc táborba. A létszám 100 körül alakult a végén, 85 táborlakóval és 15 nevelő tánctanárral. A 11. táborban az alsó és a felső osztályosok külön dolgoztak. A kisebbek mezőföldi táncokat tanultak. Velük és egyik oktatójukkal beszélgettünk a munkáról és az élményekről. Már vasárnap ugye elkezdtük a próbákat délután, és vasárnap, a hétfő meg a kedd, az igazából arról szólt, hogy megtanultuk a figurákat, meg ugye egyáltalán, hogy ez a mezőföldi, ez milyen tánc is. És akkor most már ugye ez a szerda meg a csütörtök, ez most már abból áll, hogy ezeket, amiket megtanultak, ezeket összeállítjuk egy koreográfiává, és akkor ugye pénteken a gála műsoron bemutatjuk a szülőknek, hogy mit tanultunk. A gyerekek többsége már tagja valamelyik néptánc csoportnak, így könnyű velük dolgozni, mondják a tanárok. Az a jó benne, hogy mivel már eddig is táncoltak, ők már megtanulták azt a fegyelmet az előző próbaterembe, ahonnan érkeztek, úgyhogy igazából olyan nagy fegyelem, vagy hogy most jaj, ne beszélj még, jaj, mit csináltad, erről nem, ez nagyon kevés alkalommal történt meg, de az még mind olyan, ami normális keretek között történik meg egy próbaterembe, tehát jó velük dolgozni, és nem nehezítik a munkánkat. Melyik azok a táncok tipikusan, amelyek ennek a korosztálynak valók, hiszen valószínűleg egy bonyolult koreográfiájú táncot velük nem érdemes elkezdeni még. Igen, ez így van, a gyerekekkel, az alsós korcsoporttal az ugrós táncokat tanítjuk általában, mert nekik ez sokkal könnyebben megy. A forgatós táncokat pedig ugye tanulják a nagyok. A horgosi Pónusz Alex szeptemberben kezdett el néptáncra járni. Nagyon tetszik, mert voltunk pár fellépésen is. Az utolsóval be is kerültünk az újságba. És most ez a tábor mennyire tetszik neked? Nehezek-e ezek a táncórák? Nagyon könnyűek. És szereztél le pajtásokat, itt majdnem 100 gyerek van. Nagyon sokat. Hát, az volt a nehéz, amikor a csapásnál ezt csináltuk. Hogy így kell ezt csapni. És ezt sokáig kell gyakorolni? Nem annyira. Én biztos vagyok benne, Alex, hogy te nem hagyod abba a néptáncot. Nem ám. De azt gondolom, hogy tényleg az oktatás az magas színvonalú, és most az idén először egy olyan fiatal csapattal is együtt dolgozok, hogy a szülőknek is kedvezzünk. Az interneten köröztül a Gubanc Tánc 5-es Facebook oldalán élőbe közvetítettük a táncpróbákat. Akinek volt ideje, leült a gép elé és nézhette, hogy hogyan zajlanak a táncpróbáink, illetve hogyan zajlanak a mindennapjaink. A horgosi túrutanya kiváló helyszínnek bizonyult idén is, a tábori étkezésről nem is beszélve. Köztudott, hogy itt mindig mindenki jól lakik, és a képek tanúsága szerint a kifáradt táncosoknak íz lett is a horgosi ebéd. A táncoktatás mellett szabadidő is kijutott a gyerekeknek, amit kreatívan és hasznosan töltöttek. Batikoltak, süthető gyurmával használati és dísztárgyakat készítettek, esténként karaoke és táncház várta őket, színi tanodát és drámafoglalkozásokat is tartottak, kutyás bemutatót szerveztek, és ebben a hőségben a helybeli tűzoltók vízzel frissítették őket. Az ifjúsági korosztály palackai táncokat gyakorol. Szécsi Zsolt és Juhász Szécsi Viktória minden részletre kiterjedően a tőlük megszokott alapossággal és következetességgel oktatta a tehetséges táncosokat. A szabadkai Botka Réka 5 éve táncol a népkörben, először vesz részt a néptánctáborban, és elragadtatással beszélt az itt töltött napokról. Maximálisan megfelel az elvárásaimnak, és ismerem a tanyát, mint a saját tenyeremet, mindent szeretek bennem, még az étel is finom. Nehéz-e az, amit tanítanak nektek? Most ebben az évben egy kicsit nehéz, mert kell figyelni a magatartásra, a lépések is nehezek. A
Az idei tábornak külön érdekessége volt, hogy a hajdújárási Fábián Mónika, aki maga is néptáncos, autentikus helyi népdalokat tanított. Mónika kérésünkre egy horgosi népdalt énekelt el Kis Lajos gyűjtéséből. Édesanyám, sok szép szava, kire nem hallgattam soha. Ráhajlanák, de már késő, esik előttem az eső. Az itt megtanult táncok nagy segítséget jelentenek az egyes néptánccsoportok további munkájához. Minden táncműhely maga köré gyűjti a saját gyermekeit, tehát mi sokfelé tanítunk. Igyekszünk összefogni ezt az Észak-Bácskai régiót, főleg annak függvényében is, hogy azok a kisebb kultúregyesületek, táncműhelyek küzdenek a pénztelenséggel, összefogni és föllépéseket is biztosítani, és táncanyagot, mert nincs pénz oktatóra, nincs pénz koreográfusra. Itt a táncosok kapnak egy kész táncanyagot. Innentől kezdve szeptemberről már nem kell őket tánctanítással egrecíroztatni, rögtön egy koreográfiát lehet velük csinálni. Tehát ez egy hatalmas nagy segítség.